Én nagyon sok minden akartam lenni, hogy éppen grafikus lettem, az lehet, hogy a véletlennek köszönhető, de én ötödikes koromban még külügyminiszter akartam lenni, utána régész, és végül is ez a történelmi érdeklődés mindvégig megmaradt, a mitológiák iránti rácsodálkozás a dolgokra, tehát igen, szerintem a grafika egy olyan műfaja a képzőművészetnek, ami nagyon sok mindent integrál magába, és hát nagyon erős a technikai oldala, érteni kell a hegesztéstől a maratásig nagyon sok minden egyéb dologra. Tehát tulajdonképpen úgy gondolom, hogy én mindig is ezt akartam csinálni, vagy megvoltak az elképzeléseim, de itt talált ennek megfelelő formát. Na most a másik kérdés, hogy ez a kiállítás itt, aminek az a cím, hogy 60 innen és túl, ami nyilván onnan jön, hogy 60 előtt voltam még, mikor ez felvetődött ez a lehetőség. Aztán jött ez a járvány, és elhalasztott kétszer-háromszor, és akkor itt, így most már túl vagyok. Ami a képek mennyiségét illeti, ez az utóbbi 10 évnek a válogatott anyaga. Tehát nem minden, de inkább egy erőteljes válogatás, amely vonulatokat igyekszik bemutatni, hogy hány darab, jóformán magam sem tudom, mert közben is változott, hogy az ember felrakja a falra, soknak találja, leszed belőle, tehát egy ilyen 80 körüli alkotás, ami azért nem teljesen igaz még így sem, mert itt a mellettem lévő rajz egyveleg, vagy rajzinstalláció, az önmagába is 80 kis rajzot tartalmaz, az a címe, hogy 80 nap alatt a rajz körül, és minden este rajzoltam egyet-egyet, így jött össze, tehát akkor már lehet, hogy 160-nál tartok, nem tudom pontosan, de nem hiszem, hogy ez lenne a lényeg. Rabszolgamunka a grafikus munkája és életem? Bizonyos értelemben igen, főleg ha a pálgyulatrendben lévő nagyobb munkákra gondolok, amelyek elérik a 2 méter hosszat. De ez a rabszolgamunka, ez olyan, hogy amikor az ember ugye a 3/4-nél tart, akkor azt mondja, hogy miért kezdtem én ezt el, miért nem csinálok kisebbet, minek kellett ebbe belevágni. Amikor már ott jársz 95%-nál, akkor pedig elkezdesz lelassulni, hogy ne legyen még vége. Tehát van egy ilyen furcsa ambivalencia az egészben. Igenis, meg nem is, de ez ilyen édes rabszolgaság. Miért tartottál a fekete-fehér grafikáról, a színesre is, színes metszeteid is készültek? Hát a szín mindig is érdekelt. Bár az is igaz, hogyha muzeológiai értelemben nézzük, akkor a múzeumok gyűjtő gyakorlata szerint minden, ami papírra készül, az grafika. Tehát ez ilyen határeset. Az akvarell nagyon közel áll a szívemhez, csak talán bizonyos helyzetekben, mint ezek, itt most előtérbe került. De ezek inkább egy-egy feladatcsoportra vonatkoznak, vagy úgy mondhatnám divatos szóval, hogy egy-egy projekthez kapcsolódnak, de ezek is tulajdonképpen inkább színes grafikák, mint sem festmények. Bár vannak azok is, de dominánsan ezek grafikus gondolkodásmódra utalnak. Elég sokfajta technikát használok, de dominánsan a linómetszet az, amely meghatározó, linómetszet, fametszet, és akkor így a többi. Nyilván csinálok én részkarcokat is, azok most nincsenek kiállítva. Ennek biztos megvannak a maga okai, ha majd valaki kutatja az életemet, akkor el is mondom neki, de most is elmondhatom, mert egész egyszerűen arról szólt a dolog, hogy amikor a gyerekek kicsik voltak, és otthon szaladgáltak az ember lába alatt, mondjuk 2 meg 4 éves gyerek, akkor a linómetszet az a technika, amelyet amikor elalszanak a gyerekek, elő lehet venni és lehet folytatni, bármikor lehet abba hagyni és újra kezdeni, amit egy olajfestéssel nem lehet megoldani. Pláne amikor még fiatalabb korában az ember kisebb lakásban lakott, akkor ezt el lehetett pakolni és elő lehetett szedni. És akkor én ebbe beleragadtam, úgy látszik. Kutatsz, tanítasz, elkészült a doktori disszertációd, a múlt képzőművészeti munkásságát vizsgáltad, intézetigazgató vagy, ösztöndíjakat nyersz, művésztelepekre jársz, nagyon sok oldalú az a munka, amit csinálsz, az alkotás, az kikapcsol téged, vagy egy nehéz feladata a mindennapi munka után? Is. Erre egy hasonlattal tudnék élni. Az egyik festő művész kollega
arra a kérdésre, amit az előbb feltettél, hogy végülis mi a festészet számára, ő azt mondta, hogy ez olyan, mint a nyúlnak az evés, tehát ugye a nyúlnak folyton nő a foga, és muszáj rágcsálnia, hogy ne lógjon ki a szájából, és ne legyen belőle vérnyúl. Tehát mi is így vagyunk ezzel, legalábbis én is, hogy egyszerűen nem tudok anélkül létezni, hogy ne dolgozzak minden nap. Ugye nulla dies sine linea, ahogy mondták régen, azaz nem lehet nap rajz nélkül, és jól esik, igen. Mert ha az ember odaáll egy papírlap elé, és kezében van egy bármilyen eszköz, amely fog erre a bizonyos papírlapra, akkor azt csinálja, amit akar. Tehát elengedheti a teremtő fantáziáját, és elindít egy vonalat, és az a vonal újabb vonalat szül, és akkor ebből kikerekedik valahogy egy mese, egy történet, vagy ez lehet akár konkrét történet, vagy egy vizuális történet. Hiányzik, hogyha nem csinálom. Tehát ezt nem lehet azért művelni, hogy na, lenyomok újra egy képet, akkor és eladom. Nem, csinálni kell. Ha valakinek megveszi, az egy más dolog, vagy tetszik, de elsősorban nem. Elsősorban a teremtésről szól. Tehát az, amit nem tehet meg az ember a hétköznapi élet mindennapjaiba, hogy mindig önállóan dönt, itt önállóan kell dönteni, tehát teljhatalmat kapok a papír felett, és ez jól esik. De az agyad dolgozik, indul előbb, aztán a kezed? Hát mind a kettő egyszerre. Tehát van úgy, hogy az embernek megfogalmazódik egy ötlet a fejében, és akkor, ha nincs papírlap, akkor zavarban van, de szerencsére telefon az mindig van, és akkor a telefonban feljegyzem ezeket a gondolatokat, otthon előszedem. Betűkkel leírod, hogy mit szeretnél, mit láttál? Igen, akár. Így is.